A Vatikánban már folyamatban van a magyarok nagyasszonya, a Ferences Rend tartomány 7 vértanújának boldoggá avatási eljárása, akik közül kettőt Újvidéken 1944-ben a szerb partizánok gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel. Rájuk emlékeztek pénteken este az újvidéki Kapisztrán Szent János Ferences templomban. Szent misével emlékeztek meg péntek este a két ferences rendi vértanúról. Egyikük Köröztös Krizosztom atya volt az első magyar bácskai ferences rendház házfőnöke. Őt két társával együtt 1944-ben hurcolták el a szerb partizánok. Emlékhelyet is állítottak nekik, ezt is most avatták fel. Sokan még ma is emlékeznek rájuk. Nagyon kedvesek voltak, nagyon sajnáltuk őket aztán, amikor elvitték. Krizosztom atyát a többi magyar férfival együtt egy barakba terelték azzal, hogy majd a nap folyamán hazaengedik őket. Unokahúga évtizedeken át úgy tudta, hogy Amerikában él, szülei nem mondták el neki az igazat. A részleteket az egyetlen túlélő Mihály atya mesélte el neki. Harmonika szó lett, és üvöltözés, és ott verték szemlátomást agyon a nagybátyámat. Míg akkor reggel megáldoztatták egymást, mikor őt elengedték. Elengedték, legalábbis úgy gondolták, de az nem elengedés volt, hanem oda dobták tulajdonképpen a partizánok koloncnak, és ott mindenki szeme látára lecsupaszítva, gyakorlatilag agyonverték. Az újvidéki rendház másik vértanúját, Kovács Kristóf atyát is elhurcolták a partizánok, és csak néhány nappal élte túl rendfőnökét. A partizánok vérengzéseit a három elhurcolt ferences szerzetes közül egyedül Kamarás Mihály élte túl, bár a kegyetlen ütlegekből neki is bőven kijutott. A 94 éves szerzetes most a rend budai rendházában visszavonultan él.